Sziasztok, Matilda vagyok. Pont köszöntem volna. Sziasztok, Matilda vagyok, és ma ismét egy közös videónk lesz Emmával. Sziasztok. Akarod te felvezetni a mai témánkat? Megnyúlod a kávéért, és ma a hangos könyvekről fogunk beszélgetni. Most már én beszélek, hogy nektem. Jó, neked ennyi volt a téma felvezetés. Szóval, hangos könyvek, igen, mert az úgy volt, hogy ő rávett, hogy hangos könyvet hallgassak. Miután rájött, hogy jó. És igazából azért csinálunk róla videót, mert először mindketten óckodtunk tőle, nagyon sokáig, aztán rájöttünk, hogy nem is olyan rossz. Sőt. És akkor ezért gondoltuk, hogy elmondjuk az előnyeit, meg a hátrányait. Meg hogy milyen, és miért jó. És hogy milyen volt vele így az úgymond első tapasztalatunk. Mert hogy ugyanazt a könyvet hallgattuk ki. Igen. Kettőt is amúgy. Mert a Jack the Ripper-s. Igen, most már kettőt is. Mert hogy én nem tudom, hogy nemrég voltak ilyen kérdezfelelek videóm, és akkor abban is voltak ilyen kérdések, hogy hangos könyvről vélemény, és mindig mondtam, hogy hát nekem nincs amúgy vele külön bajom, de hogy én nem tudom, mert hogy nem tudom, nincs olyan tevékenység, ami közben tudnám hallgatni, mert hogy... Nem mosogatsz! Na jó van, de sem mosogatsz! Mert a legtöbb tevékenység, ami közben mondjuk zenét, vagy épp hangos könyvet én tudnék hallgatni, az olyan, hogy közben figyelni kell, és akkor a hangos könyvre magára nem tudnék. És akkor ezért nem hallgattam eddig hangos könyvet. Aztán jött a felfordulás. Én meg azért nem hallgattam hangos könyvet, mert én így ez... Én abszolút úgy gondoltam, és igen, ilyen kis náci voltam, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy az nem olvasás, hogyha hangos könyvet hallgatsz, mert az nem ugyanolyan. Én is közben rájöttem, hogy hát de. És ki lehet vele küszöbölni pont ilyen problémákat. Én ugye elég sok időt töltök számítógép előtt, amikor képeket szerkeztek. Mert fotós. Igen. És eddig zenét hallgattam olyankor, ami tök jó, mert szeretem a zenét, de egyrészt már kicsit elmúltam a playlistjeimet, másrészt meg nem tudom, kicsit olyan... Hát nem haszontalannak éreztem azt az időt, mert nem haszontalan, mert dolgozok, de simán tudok közben másra figyelni, mert az meg pont olyan, hogy jó, persze azért ugye figyelek, meg nézem, amit csinálok, de ott azért közben tudok másra is figyelni, mert nem olyan, mint mondjuk, nem tudom, egy cikket írni, amikor nem tudsz közben másra figyelni, mert a cikkre figyelsz, a zene meg csak a háttérbe megy. Úgyhogy igen, belekóstoltam egy hangos könyvbe, és így annyira bejött, hogy szerintem pár nap alatt végighallgattam, mert pont egy esküvői galériát szerkesztettem szerintem. Úgyhogy igen, ez volt a... Mi a magyar címe? Az Obamásat olvastad akkor. Az első, az Obama név is. Ja, nekem nem is az volt az első. Nekem nem az volt az első. Én azóta már annyit hallgattam. Azóta... Ja, tényleg! Teljesen áttértél azóta hangos könyvezésre. Van baj. Igen. Na, tehát igen, akkor kezdjük, menjünk előrébb. Tehát így fogod legyen magadra a kávédat. Ez most egy tök jól elmesélt, tök jól fölépítettem a történetet, aztán eszembe jutott, hogy nem is így volt. De így volt, nem úgy volt, hogy elkezdtem még februárban olvasni, most eszembe jutott, egy önéletrajzi regényt. Szerintem az Obamás volt az első, ugye? És igen. Az Obama néninek, vagy Michelle Obamának az önéletrajzi regényét, de csak úgy elolvastam a bevezetést szerintem, vagy nem is tudom, nem sokáig jutottam vele, és akkor utána nem is nagyon olvastam idén, mert nem tudom, időm sem volt, meg hangulatom sem. És akkor ott tudtam, hogy hát most nagyon-nagyon sokat fogok a gép előtt tölteni időt, és hát igen, gondoltam akkor, na, csináljuk, hallgassuk egy hangos könyvet, és nagyon jó volt. És végighallgattam, és így pont elég volt kb. A munkafolyamatra. Úgyhogy utána, miután azt befejeztem, akkor gyorsan nekiálltam még egynek, szintén egy ilyen korábban megkezdett önéletrajzi regénynek a hangos könyv változata, az a Tanult lány volt, Tara Westover-től. Azt is végighallgattam, és akkor utána kicsit így hagytam a dolgot, mert nem volt olyan, például nem volt képszerkesztés olyan hosszabb lélegzetvételű, vagy nagyobb lélegzetvételű, amihez lehetett volna hallgatni. És akkor utána, amikor megint bejött egy nagyobb galéria, akkor mondom, akkor próbáljunk bele valami olyanba, amit nem csak azért fejezek be, mert
már elkezdtem, és akkor jött a mockó és a... Milyen... Mockó? Mi a címe? A medve és a csalogány. A medve és a csalogány. Catherine Arden-től. És az meg annyira tetszett, mert nagyon-nagyon jó a hangos könyv változata, angolul hallgattuk, olvastuk, nem tudom mi a jó szóra. Hát, hogyha végül is könyvnek, elolvasott könyvnek számít, akkor gyanítom olvasásnak is lehet mondani. Halvasás. Hallgassuk. És nagyon-nagyon jó a hangos könyv verziója, mert ilyen kamórosz akcentussal olvassák, mert ugye ez... De csak a párbeszédeket. Igen. Úgyhogy azt is így, de azt szerintem tényleg egy pár nap alatt végig hallgattam, mert az meg már olyan volt, hogy annyira beszippantott, hogy mit tudom, hogyha sétáltam valahova, akkor is azt hallgattam közben. És akkor mondtam a Matildának, hogy szerintem próbálja ki, mert ugye azért az előző kettő az olyan volt, ami annyira nem a te zsánered. Ez meg tökre. Meg ez fönn is, meg ez fönn is volt, igen, a listában. És hát a jó hosszú buszutakon akkor így... Igen, mert Emma ugye ezt így meghallgatta, és akkor mondta, hogy jó is a könyv, mert hogy ez nekem amúgy ilyen 1000 éve fönn volt listán, és akkor csak minden jutottam el hozzá, és akkor mondta, hogy jó, az ő véleményében megbízok, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én is meghallgatom, és ugye nekem egy 3 órás buszutam van. Heti kétszer az egyetemre, tehát ugye oda is, meg vissza is. És az egész hangos könyvben mennyi volt 12 óra kávé, tehát hogy ezt így 2-3 hét alatt simán ki lehet hallgatni, ha csak buszozás közben hallgatom. De nekem is annyira bejött, hogy mikor lement így az első 3 óra, odaértem Szegedre, és akkor utána még villamosozás közben is azt hallgattam, séta közben is azt hallgattam, mert meg amíg a Konitól bejutok az egyetemre, az is egy 20 perc, pont egy fejezet volt, úgyhogy hát azért nem egy hét alatt, de egy 2 hét alatt azt hiszem végighallgattam. Ja. De tényleg nagyon jó volt. Mondjuk nekem az elején, ott amikor elkezdtem mesélni a legelső fejezetet, amikor a gyerekeknek mesélte a Dunja. Igen. Na az olyan volt nekem, hogy ott ugye volt 6 gyerek addigra, igen, és mindegyiknek mondták a nevét össze-vissza, orosz akcentussal, és így hallgattam, mondom, jó, és akkor most ki kicsoda. Igen, mert amikor egy könyv... Nyilván egy könyvben is az első fejezet az olyan, hogy most mi van? Mi történik? Igen. De ott vissza tudsz lapozni, meg tudod nézni, úgyhogy mondjuk akkor ezt mondanám az egyik hátránynak, hogy így, ha kicsit is elkalandozol, vagy nem teljesen érted, hogy mi van, akkor nem olyan egyszerű visszamenni, most akkor mi? Igen. De amúgy előtt tök jól elkezdtem, csak azt nem mondtam el, amit akartam, hogy mi volt a bajom eredetileg a könyveken. Tehát, hogy ilyen kis olvasónáci voltam, hogy nem tudom, hogy az nem számít olvasásnak, meg az olyan csak, mint a zenét hallgatnál, meg úgyse tudsz úgy odafigyelni, meg minden. De hogy tényleg, ha megtalad azt a tevékenységet, amit közben tudod úgy hallgatni, hogy közben oda is tudsz figyelni, akkor teljesen jó. És hogyha tényleg az van, hogy nincs időd olvasni, mert jó, tudom, azt mondjuk, hogy van időd olvasni, de nem mindig van időd olvasni, mert valamikor más kell csinálni. Így viszont akkor tudsz mégis olvasni, és tudod élvezni azt a könyvet, amit egyébként szeretnél. Plusz pontba hozzátenném, hogy ugye most már ősz van, és korán sötétedik, igen, és például én buszon, én megtanultam olvasni rendesen könyvet buszon, ami nyilván sokkal kényelmetlenebb, mert a szegedi buszút az így rász, tehát hogy így próbálj meg olvasni rendes könyvet, de oké, még meg lehet oldani. Na viszont amikor besötétedik buszon ugye nem lehet, mert főleg, hogy olyan csodálatos lámpák is vannak rajta, ez most így a tömegközlekedés fikázásában ment el, szóval... Ez egy rend! A szegedi tömegközlekedés onnan, vagy hát a Szegedre való közlekedés borzasztó. Szerintem azok a buszok, amikkel jártam, azok még lámpa se volt. Hát, hogy csak lámpának csúfolták. Mindegy, szóval ugye úgy nem lehet olvasni, hogy sötét van és még ráz is a busz, tehát ez így az abszolút lehetetlen, viszont hogyha hallgatom, akár így be is csukatom a szememet és relaxálatok közben, és akkor nincs ilyen probléma, hogy a szememet rongálom, mert rossz fénynél olvasok. Jaja. Plusz egyébként, hogyha jó a narrátor, vagy nem tudom, ezt minek nevezik, aki felolvassa, Mondjuk miért csak olyat hallgattunk, amit egy ember olvas, mert van olyan is, amikor az különböző szerepeket többen, mondjuk szerintem az nekem már nem, az szerintem sok lenne. De hogyha jó az előadásmód, akkor meg tényleg ilyen teljesen beszippant, és ugyanúgy tudod vizualizálni magad előtt, mint ahogyha egy könyvet olvasnál. Ja, ezek így az előnyei nagyjából. Nem tudom, hogy van-e még, amit így. Na várj, tehát az előnyei, hogy tudsz akkor is olvasni, amikor nem tudnál. Igen. Multitasking. Plusz előnye, hogy ez még az. Aztán szerintem megfog, tehát hogy lehet, hogy mondjuk olyan emberek, akik annyira nem szeretek olvasni,
hogy így jobban rámol, meg rávesz, mert hogy lehet, hogy így, hogy ez egy plusz vagy másfél inger, így jobban beszippant a könyv. Hogyha egyébként mondjuk, mert tudom, hogy nem mindenki tudja így a lelki személy előtt elképzelni, hogy mondjam ezt. Meg ami még mellette szólhat, hogy ezt pont valamelyik óránkon valamiért beszéltük is egyébként, hogy melyik a nehezebb, hogy nehezebb értő olvasni, hogyha látod a szöveget, vagy ha hallod a szöveget, vagy ha látod és hallod a szöveget. És azért szerintem, hogyha például magában olvas az ember, az kicsit talán nehezebb érteni, mintha csak hallgatod, vagy nem tudom. Mert mondjuk egy ilyen bonyolultabb mondatszerkezetet, főleg, hogyha nem figyelsz annyira, és itt többször végig kell olvasnod, és még akkor se érted. Ja. Meg mondjuk én szerintem nehezebben veszem rá magam mostanában, főleg, hogy így fölvegyem a könyvet, és nem játszok a telefonomon. Hoppá. És akkor így kinyitom, becsukom, és nem tudom. Egyébként valahogy könnyebben ráveszem magam, hogy csak így bedugom a fülem, és akkor így ülök és vegetálok. Ami tök rossz, hogy ez van. De amúgy én is azt vettem észre, hogy hosszabb távon hallgatom a hangos könyvet, mint amennyit, hogyha leülök olvasom. Most akkor könnyebben elterelődik a figyelmem, amit nem jó, és dolgozunk rajta, de hogy igen. De most már rájöttem, tudom, miközben játszok a telefonon, tudok közben hallgatni. Úgyhogy ez most már megoldottam a problémát. Viszont a hátrányai, egyrészt, hogy azért el kell járjon a füled, mert könnyen elterelődik az ember. Főleg, hogy angolul hallgatni. Ja. Nekem például most az volt a problémám a másikban, a Jack the Ripper-esben, a The Five. Igen, ami nagyon jó. Magyar címe. Ez ilyen a... milyen neve? Hasfelmetsző Jack 5 áldozatának az életét mesélte el a könyv, és nagyon-nagyon jó könyv volt, és majd a sikerül fölvennem a hasbioszegzést, beszélek róla. De nem fikció, hanem nem, rendes tények alapján, tényleg az öt nőnek születéstől halálig az élet történetét meséli el. Nagyjából össze lett hazudozva, hogy mi történik. Igen. És azzal volt ugye, hát egyrészt az a brit akcentust, az kicsit nehezebb volt az elején kihallani, másrészt vannak benne olyan kifejezések, amiket nem ismertem, és mivel nem láttam leírva, csak kimondva, nem feltétlenül tudtam megszótárazni. Aztán jó, nem feltétlenül nehezítette magának a történetnek a megértését, meg a lényeg megértését, de azért úgy néha zavart, hogy így mond szavakat, és nem értem. Viszont pont ez meg egy plusz is, tehát hogy ez például nyelvtanulás szempontjából nagyon hasznos szerintem, főleg, hogyha meg kimondva is hallod a szavakat. Tehát, és akkor most mondok két hátrányt is egybe ehhez. Az egyik az, hogy kell hozzá ugye egy jó app, ami hogyha ugye olyanon keresztül hallgatod, amin keresztül vásároltad is, például az Audible, az annak jó az apja, ott van ilyen visszaugrás, 10 másodperc előreugrás, megjegyzi, hol tartottál, szerintem, amúgy emlékszem, lehet benne könyvjelzőzni is, vagy valami ilyesmi. Viszont nagyon drágák a hangos könyvek, és szerintem ez nagyon nagy hátrányuk. Értem, hogy miért drága, mert az, hogy valaki leül és felolvas egy 12 órás könyvet, az azért nem kis munka, de nagyon drágák, tehát hogy ilyen 30 dollár körül mozog egy darab, tehát ilyen 25-30, és szerintem a kemény kötéses könyvek nincsenek ugyanak, majd megjelenéskor annyik, vagy kb. Annyik. Hát az jó. Nagyon drágák. A kemény kötés, ez az ilyen 5-6 ezer. Azt hiszem drágább, mint a friss megjelenéses kemény kötéses könyvek, viszont... Jó, de nem mindegy, hogy olyan appod van, amin belül egyesével veszed a könyveket, vagy például van az a Screened, vagy mi, az, annak előfizetése van, és nem feltétlenül fest hozzá az összes benne lévő könyvhöz, de hogy amúgy van egy bizonyos könyvtár, amihez hozzáférsz, és nem kell megvenned a könyveket. Igen. Az Audible-t, nem tudom, hogy kell szépen kiejteni. Audible. This is an Audible recording. Na mindegy. Szóval az Audible-on ott lehet egy ilyen trial verzió, ugye, hogy kipróbált, hogy milyen, és akkor ahhoz egy hangos könyvet ingyen meg tudsz hallgatni. Tehát az például tök jó kipróbálás, hogy egyáltalán tetszik-e, vagy nem. Illetve vannak ingyenes források is, ugyanúgy, mint ugye, hogy a jobb lejárt könyvek is elérhetőek a Gutenbergen. Van ez a LibriVox, azt hiszem az a neve, ott fönn vannak ilyen, hát szintén jobb lejárt
Spotify-on is, de például ilyen klasszikusok azok tök jól fönn vannak, ezek a LibriVox-tól, én ott hallottam meg a Benjamin Button-t is például. És ott is van, ami fönn van többen is, mert ez ilyen közösségi projekt, azt hiszem, és akkor ugye ami elérhető jogdíj nélkül, azokat föl lehet szépen olvasni, és akkor még válogathatsz is, hogy kinek a hangját akarod, és igen, Spotify-on is vannak fönn. Ja, most találtuk már, le is mentettünk gyorsan. Ja. A hátrány nekem még az volt egyébként, hogy amikor így tök hallgattam volna, vagy olvastam volna, vagy nem tudom, hogy mondjam, hallvastam, vagy úgy mondtam. Új szavakat fedezünk föl. De nem volt olyan tevékenység, amiközben tudtam volna, akkor ilyen... Igen. Volt, hát most nem tudom, meg egyszer volt olyan, hogy még negyed óra volt hátra a könyvben. És már feküdtem volna aludni, mert végeztem a munkámmal, mit tudom, és így feküdtem az ágyba, hallgatom, égett a kis lámpa, és így... Az ott egy kicsit olyan fura, hogy hallgatom közben. Tehát azt nem tudom elképzelni, hogy csak úgy leüljek és hallgassam. Tehát, hogy közben valamit muszáj csinálnom. Mi ahhoz túl hiperaktívak vagyunk, ja. Hogy ne csináljunk közben semmit. Tehát csak ez a leülök és csak így csillezek és hallgatok. Mert oké, buszozás közben nem tudok mit csinálni, akkor úgy tudom, meg villamosozás közben. De az, hogy tényleg a koliba se csinálom azt, hogy csak leülök és hallgatom, hanem akkor inkább a fizikai könyvet veszem elő és azt nyitom ki, és úgy fogom és olvasom. Ja. Mert az, hogyha csak hallgatom, az egyszerűen annyira nem köt le. Igen. Meg nincs más dolgunk közben. Meg egyébként szerintem az se jó, hogyha... Tehát, de egyébként hogy emellett meg nyugiba kell hallgatni. Tehát igen. Hogy nem lehet hallgatni, hogy 5 percenként jön valaki és beszél hozzád, akkor tessék. De ez pontosan ugyanilyen, mint amikor olvasod a könyvet. Igen. És 5 percenként jön valaki és föl kell nézned, le kell raknod, be kell csuknod. A buszon még esetleg így nagyon hangosra föl kell nyomnom a hangerőt, hogy az ötyögések keresztül is kihalljam, amit beszélnek. Igen, szóval, ja, és egyébként meg valamilyen szinten tök hasonlít a podcasthez, mert hogy az is ugye olyan dolog, amire azért oda kell figyelni, de közben tudsz mást is akár csinálni, szóval hangos könyvet is lehet simán. Mosogatás, takarítás, nem tudom, vasalás, futás közben hallgatni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem tök jó. Úgyhogy én megtértem, abszolút ilyen... A hangos könyv nem is könyv! Kis szenyóból lettem olyan, aki így abszolút azt mondja, hogy hát igen. Mert én imádom a zenét, és nagyon sok zenét hallgatok, de hogyha még így pluszba be tudsz csempészni egy kis olvasást az életedbe, amire mondjuk amúgy nem lenne pont időd amiatt, amit akkor csinálsz, mert azt meg kell csinálnod, akkor szerintem az egy... Tök jó plusz. Hát én amúgy csak két könyvet olvastam volna ki a hónapban. Ja. Mert a másik kettő, amit kiolvastam, az hangos könyv volt, és ugye mind azt a buszozás és tömegközlekedés alatt olvastam ki. Ami ha úgy nézett üres idő, mert... Igen, tehát ott amúgy nem olvastam volna, hogyha úgy simán csak buszozok. Hát nekem is ugyanez igazából, ha meg lesz idén a Goodreads Reading Challenge-em, az csak ezért lesz. Mert hogy annyit kellett dolgoznom a gép előtt, hogy nem lett volna időm arra, hogy olvassam. Nem tudod, így felszemmel olvasod, és amúgy mi szerkezgetsz, tudod. És akkor most jönnek, hogy de van ideje olvasni, mindenkinek van ideje olvasni, hát van. Ja. Csak nem mondja, mennyit én szeretnék most, de ja. Ja. Szóval mindketten megtértünk, és teljesen a hangos könyvek mellé álltunk most már. Szóval megtértünk, és egyébként azért remélem, jó a tarcodon van a fókusz, helyes. Na igen, szóval... Megint nem a kamerába néztem, nem földre. Nem baj, elfelejtj. Szóval teljes mellszélességgel kiállom most már a hangos könyvek mellett, mert rájöttünk, hogy ez jó, és végre találtunk tevékenységet, amiközben mi ezt tudjuk hallgatni, úgyhogy így duplán jó. Úgyhogy legközelebb, ha valaki megkérdezi, hogy a hangos könyvekről mi a véleményem, azt mondom, hogy ilyen jó dolgok. Igen. Jók. Igen. Hát így is olvasol. Mondjuk azt nem tudom elképzelni, milyen lehet felolvasni egy ilyen 3-400 oldalas regényt. Hát én is ezen gondolkoztam egyébként. Nem emlékszem, hogy a Jack the Ripper-esben, vagy a Nightingale-esnek a második részében néha így hallatszik, hogy a hang kicsit más, és így belegondoltam, hogy lehet, hogy ez a szerencsétlen nő ott üt 8 órát egy nap a stúdió, és így jó, akkor elrontottam vissza. És így Nem tudom, hogy ez el kell először olvasnod a könyvet, hogy tud nagyjából, miről számíts, és akkor utána olvasod. Igen, mert hogyha szépen akarod igen, artikulálva, meg
tényleg úgy, hogy... Jó, ebből a szempontból meg lehet érteni, hogy miért ilyen drágák, mert rohadt igen. meló egy ilyet megcsinálni. Abszolút, azért mondtam, hogy én megértem, hogy miért ilyen drága, csak ha meg azt hiszed abból a szempontból, tök igazságtalan, hogy ilyen drága, vagy nem igazságtalan, csak hogy mondjuk a hangos könyv opció olyan embereknek, akik mondjuk nem látnak, vagy csak nem látnak úgy elég jól ahhoz, hogy tudjanak olvasni. És hogy na érted, vagy hát nem tudom, hogy ilyen esetben valami könnyebben elérhető van, de hogy a friss megjelenések nem hiszem, hogy jobban elérhető, vagy kedvezményesebben is, hogy biztos nagy segítség lenne, szerintem sokatnak. Ja. Mert egyébként, most csak így tovább gondolva, szerintem tök. Miért mondom ennyiszer, hogy tök? Mert Halloween volt tegnap. Na, tehát, hogy szerintem hasznos lehet egyébként, hogy nézzük ilyen oktatói szemszögből, a szövegértés tanítása vagy javítása szempontjából is. Tehát, hogy segíthet abban is, hogy a szövegértést fejlesszük. Mert, hogy amit mondtam is, hogy lehet, hogy amúgy mondjuk valaki nem áll neki olvasni, mert nem szeret, de lehet, hogy így meg meghallgatja, és akkor nem biztos, hogy neki áll könyvet olvasni, de lehet, hogy azért mindenképp hasznos, tehát azért hasznos. Igen. Hasznos. Elmondom még egyszer. Na igen, de szerintem amúgy elmondtunk mindent, amit akarsz. Szerintem is. Annyira nem volt összeszedett, de szóval ez egy kicsit celebrity videó volt a témáról, de baj. Élményszerűen elmeséltük, hogy nekünk hogy változott meg a hangoskönyvekhez való hozzáállásunk. Teljesen pozitívan. Uh-huh. Úgyhogy most már egyre többször fog nálam is előfordulni, hogy azt mondom, hogy XY könyvet hangoskönyvként hallgattam. Mert te meg folyamat ajánlott, hogy mit hallgassak. Igen. Úgyhogy most fogom én már kihallgastam ennek a második részét is, a mackósnak. De van valami címe, hogy Winter Night? Valami Winter, valami téged. Igen. Tehát annak a második részét, és elkezdtem, most már a harmadik. Úgyhogy, majd passzol. Meg még, amit ha hangos könyvben, akkor az Obama néni is önéletrajz, a Taravasztóveres önéletrajz, a Benjamin Button. Valami színdarabot is hallgattál. Igen, egy Oscar Wilde színdarab. Milyen jó, hogy jobban tudom, amely egyébként mit olvastál, mint te. Nem néz. Igen, azt hiszem ennyit hallgattam. Még. Meg a Five-ot. Az nagyon jó volt. Idén az egyik kedvenc könyvem. Nekem is benne lesz szerintem. Nagyon jó volt. Mert hogy nem csak erre fókuszált, hanem korrajzés volt, és akkor most átmegyünk könyvajánlóban. Tudod, hogy egy ilyen szerepjános októberi összegzésemben? Csak majd mindketten olvastak a két izét, azt feled. Nem. Az is lehet közös. Nem. Gyorsan mondom az egy kegyetlen dalt, és utána már a többi. Nem. De te sokkal jobban ki tudnád fejteni a Jack the Ripper-es. Biztos, hogy nem. Potátó. Potátó. Jó, akkor nem. Akkor nem akar több közös videót, látjátok? Arra volt szóval a 6500 feliratkozó. Ja, és így se jött össze. Na, ez akkor az 5000-es. Ez egy Halloween-i ajándék volt. Igaz, hogy kb. November második felében megy majd ki a videó, de se baj. Előkarácsonyi ajándék. Előkarácsonyi ajándék. Hogyha valaki esetleg ugyanazon a véleményen lett volna, mint mondjuk itt Emma, hogy ilyen hangos könyv ellenes náci, ahogy ő fogalmazott, akkor azt tudjuk mondani, hogy próbálja ki, mert lehet, hogy ő meggondolja magát. Igen. Illetőleg, ha valaki gondolkozik, hogy hangos könyvezzen-e vagy sem, annak is csak azt tudjuk ajánlani, hogy megpróbálni igen. Mindenként megéri. Igen. Aki meg alapból hallgat hangos könyvet, az valószínűleg tudja már, hogy jó dolog. Röviden, tömören ennyi lett volna ez a mai videó. Igen. 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 Tudsz nevet mondani? Igen! Na jó, mi csekkolunk jó. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a... Megnéztétek, de nem volt. Ez nem hangos könyvem ma. Szóval köszönjük szépen, hogy megnéztétek a ramblingünket erről a témáról. Köszönjük, hogy megnéztétek a videónkat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. Sziasztok!